hogy kikérte véleményüket az indoklás nélküli kirúgásokról. Mi volt erről a szakszervezeteknek a véleménye? Egyetértenek-e önök azzal a tárcánál, hogy az általános vitában a Fidesz frakció tagjainak indoklása a következő volt, a magyar választók a köztisztviselőkkel általában nincsenek megelégedve, illetve azzal, hogy pártársai bűnöző, alkoholista, lusta emberekről beszélve az egész köztisztviselői kart minősítették. Tisztelt államtitkár úr, ha a képviselő társai önöket megkerülve az önök tudtanékül nyújtották be javaslatukat, azt kérdezem, egyetértenek-e önök velük, egyetérte a tárca ezekkel a képviselőkkel, és végül, de nem utolsó sorban, véleményünk szerint önök három dologra készülnek, nagy arányú köztisztviselői elbocsátásra, Fidesz káder düllővé akarják kialakítani a közigazgatást, és a politikai megfélemlítés eszközét használják fel a közigazgatásba. Egy még, október 3-a előtt jobb lett volna, ha ezt elmondják. Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Én azt olvastam meglepődve, hogy az elmúlt napokban találkozott ez a javaslat, ez október vége óta a parlament.hu-n olvasható javaslat, tehát igazából már hónapokkal ezelőtt észrevette volna, hogy ez a javaslat létezik, és pontosan azért kerül csak most ide a ház elé, hiszen hosszú egyeztetési folyamat előzte azt meg, miatt még napi rendjére tűzte volna a parlament, és hát ha jól emlékszem, múlt hétfőn éjszakában nyúlóan folyt erről vita itt az országgyűlés falai között. A legfontosabb szempont, amit ilyenkor figyelembe kell vennünk, amikor a köztisztviselők, kormánytisztviselők jogállását vizsgáljuk, az pontosan az, hogy az ő fizetésük az közpénzből van. Hogyha egyikünk vagy másikunk valakit alkalmaz, akkor megteheti, hogy olyan embereket alkalmaz, akikre mondjuk a cégének igazából nincsen szüksége. De itt közpénzről van szó, ezzel pedig a legjobban kell bánnunk. Senki olyat nem szabad bentartnunk a közszférában, akinek a munkavégzése nem hasznos, vagy egész egyszerűen évek alatt elszokott attól, hogy valóban jól lássa el a feladatait. Ez természetesen nem szabad, hogy önkényességhez vezessen. És bizonyára ön is ismeri azt a kialakult bírósági gyakorlatot, ami a munkatörvénykönyve szerinti indokolás nélküli felmentésnél az önkényességet tiltja. Tehát valami olyasfajta szempont merül föl, amelyik teljességgel független az illető munkavégzésétől, és ezért ment föl valaki valakit, akár vezetőbeosztású munkavállalót, akár próbaidőn levő munkavállalót, hiszen ez lassan 20 éve bevett gyakorlat az ilyen tekintetben való indokolás nélküli felmentés. Ha mégis önkényesen tenni ezt, akkor a bíróság visszahelyezi ezeket az embereket. Pontosan ezért, amikor tavasszal a kormányzati szférában a kormánytisztviselő törvénynél ugyanezt a, vagy ehhez hasonló megoldást választottunk, és nyilvánvalóan a kormány támogatja azt, hogyha itt egyenszilárdságúvá válik az önkormányzatoknál és a kormánynál levő embereknek a jogállása, akkor Navracsics miniszter úr meghívta a szakszervezeti vezetőket, és mindnyájuknak mondta, hogy amikor politikai indítatás felmentésről hallanak, hogy valakit azért mentenek föl kormánytisztviselő helyéből, mert politikai okokat sejtenek e mögött, akkor tegyenek bejelentést. Azóta egyetlen egy bejelentést sem tettek a szakszervezetek. Köszönöm szépen. Köszönöm államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Gyenes Géza, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. A közszférában várható nettó jövedelem csökkenések kormány általi kiegészítése hogyan fog zajlani az egészségügyben? Kizárólag csak a közalkalmazottakra, köztisztviselőkre vonatkozik-e, vagy kiterjed ugyancsak közfeladatot ellátó, de a munkatörvénykönyve hatájára tartozó egészségügyi dolgozókra, illetve a vállalkozóként tevékenykedő közismerten alulfinanszírozott házi orvosokra is? A szükséges forrás a költségvetési törvény mely fejezetében került beterjesztésre címmel? Gyenes Géza képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Szócska Miklós államtitkár úr, Kaufer Virág képviselő asszony egészségügyi bérekkel kapcsolatos kérdésére 2010. november 29-én a parlamentben adott válaszában többek között az alábbiakat is mondta. Szeretném megnyugtatni a képviselő asszonyt, hogy a kormány a közszférában minden olyan esetben, ahol esetleg nettó jövedelemcsökkenés következne be, kipótolja az idei szintre a jövedelmet, így senkinek nem lehet alacsonyabb a jövedelme. A fenti idézet alapján szeretném megtudni államtitkár úrtól, hogy a foglalkoztatás formájától függetlenül valamennyi az egészségügyben közfeladatot ellátó személy esetében szándékozik-e a kormány kipótolni az SZJA hatája alá tartozó jövedelmek csökkenését.
Az egészségügy közfeladatait ellátó személyek SZJA hatály alá tartozó jövedelmeiket, akár közalkalmazottak, akár köztisztviselők, akár a munkatörvénykönyve hatály alá tartozó munkavállalók, akár vállalkozók, egyaránt, azaz szektor semlegesen közpénzből, azaz az egészségbiztosítási alapból nyerik. Méltánytalan lenne velük szembe, ha az általuk elszenvedett jövedelemcsökkenések kompenzálására csak bizonyos foglalkoztatási formákba kerülne sor. Végül szeretném arra is a válaszát megkapni, hogy a jövedelmek kipótlásához szükséges forrás és annak mértéke a költségvetési törvény mely fejezetében szerepel. Köszönöm szépen. Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Tisztelt képviselő úr, tisztelettel tájékoztatom, hogy az adó- és járulékváltozások következtében fellépő nettó illetménycsökkenés kompenzációjáról szóló kormányrendelet előkészítés alatt áll, az egyeztetési folyamat még nem fejeződött be. A tervezet szerint a kompenzáció a költségvetési szerveknél bármely érintett jogviszonyban foglalkoztatottra kiterjed, azaz természetesen az egészségügyi költségvetési intézményekben foglalkoztatottakra is. Azokra a munkavállalókra, akik bár közfeladatot látnak el, de nem költségvetési szervnél állnak alkalmazásban, ez a kompenzáció a készülő javaslat szerint nem terjed ki, hiszen az ő keresetük alakulását, például az Országos Érdekegyeztető Tanácsban született keresetnövelési ajánlás követésével a munkáltatójuk feladata meghatározni. Ugyanakkor az ajánlásnak megfelelő béremelés esetén a munkavállalók nettó keresete nem csökken akkor sem, ha egyébként családi adókedvezményt nem tudnak igénybe venni. Bocsánat. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban született megállapodás kiterjed az országos minimálbér és a középfokú végzettséget igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimumának 2011. január 1-től történő növelésére is. E két bérminimum emelése szintén biztosítja, hogy a készhez kapott nettó összeg nem csökkenhet 2011-ben. Végrehajtásuk kötelező lesz minden munkáltató számára, miután még ez évben kormányrendelet jelenik meg az alkalmazásukról. Végezetül pedig a költségvetési szervekre kiterjedő kompenzáció forrásául a közigazgatási és igazságügyi minisztérium fejezetében lévő céltartalék erőirányzat szolgál, ez 22 milliárd forint összesen. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Lukács László, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Miként segíti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az ART mozik működését címmel? Lukács László képviselőt illeti a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt időszakban számos kérdés érkezett hozzám a művészfilmek forgalmazásával, a hazai úgynevezett artmozik sorsával, a magyar kulturális életben betöltött szerepükkel kapcsolatban, tekintettel költségvetési pénzügyi helyzetük tarthatatlanságára. A nemzeti filmművészet szempontjából igen fontos volna, hogyha az artmozik saját hálózatuk révén, saját reklámmal versenek részt a magyar filmforgalmazás keskeny pallóján való egyensúlyozásban, a multiplex mozikkal folytatott egyenlőtlen versenyben. A kormányzat, valamint az önkormányzatok sorsdöntő fordulatot hozhatnának, ha együttesen támogatnák a hazai artmozi hálózat digitális technikára való átállását. Ezzel a mozi látogatás európai minőségű színvonalát teremthetnénk meg, és új távlatok nyílhatnának a vidék kulturális életében is. A művészfilmek bemutatása mellett az is lehetővé válna, hogy élő egyenes adásban jelenjenek meg például operaadások, koncertek, sportrendezvények. Az artmozi technológiai fejlesztése tehát egyaránt hozzájárulna a magas kultúra, illetve a vidéki, közösségi művelődés támogatásához. Ezért kérdezem államtitkár úrtól, mit tesz a kormány annak érdekében, hogy a hazai artmozik megfeleljenek a digitalizáció kihívásainak, és ne maradjanak le végérvényesen a multiplex mozikkal folytatott versenybe. Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Halász János államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr.
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A szocialista kormányok az elmúlt években az ártmozik fejlesztésére nem adtak központi támogatást az önkormányzatoknak. Egész pontosan elkövették azt a szégyenteljes helyzetet, hogy meghagyták a sort a költségvetésben, csak 0 forintot építettek be, de ezt tudjuk, azt jelenti szocialistául, hogy lenézték az egész ügyet, nem adtak semmit. A Nemzeti Együttműködés kormánya 2011-től 100 millió forinttal támogatja az artmuzik fejlesztését, mert a kormány számára fontos, hogy az értékes alkotások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Az értékes európai, illetve magyar filmeket terjesztő budapesti és vidéki filmszínházak fennmaradása és fenntartása hosszú távú célunk. A multinacionális filmes vállalatok, a bevásárlóközpontok multiplexeinek üzemeltetői hazánkban is rohamtempóban alakítják át hálózataikat, hogy alkalmasak legyenek a digitális vetítésre. A többségében önkormányzati fenntartású filmszínházak állami támogatás nélkül a digitalizáció jelentős költségeit önerőből nem tudják fedezni. A digitalizáció számukra a fennmaradás esélyét jelentheti. A Nemzeti Együttműködés kormánya fontosnak tartja, hogy az ártmozik megmaradjanak ugyanolyan közösségi helyszínként, mint a színházak és akár a koncerttermek. Ezért a jövő évtől elindítjuk a digitalizációt elősegítő támogatási programunkat. 2011-ben 100 millió forint támogatást biztosít a központi kormányzat, az ártmozit fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő ártmozit támogató helyi önkormányzatok részére, amennyiben vállalják, hogy a támogatással e-filmszínházak digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai feltételeit biztosítják. Tehát lesz támogatás, 100 millió forint, jövőre elindulhat ez az ügy is. Köszönöm szépen a kérdését. Köszönöm államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Sérin Gábor, az LMP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Ablakon kidobott 10 milliárdok. Miért támogatja a kormány az adófizetők pénzéből a jómódú külföldi utasok súlyosan környezetszennyező repkedését a Malévon keresztül címmel? Sérin Gábor képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr. Ebben az évben a Malév mintegy 45 milliárd forint állami támogatásban részesült. A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat további 13,75 milliárd forintot irányoz elő a Malév tőke helyzetének rendezésére, vagyis agóniájának meghosszabbítására az adófizetők pénzéből. A Malév naponta 9000 utast szállít. A 9-es busz napi utas száma is nagyobb ennél. A Malév utasai túlnyomó részben az átlagosnál jobb anyagi helyzetben lévő emberek közül kerülnek ki, ráadásul nagy részük külföldi. A legtöbb magyar nem engedheti meg magának a Malév jegyeket. A légi közlekedés nem élő munka, hanem tőkeigényes, munkahelyeket tehát alig teremt. A Malév működtetéséhez aránytalanul nagy mennyiségű import szükséges. A légi közlekedés azonos teljesítményre vetítve a leginkább környezetszennyező közlekedési mód. Ráadásul nagy összegű közvetlen támogatások mellett a repülőjegy után nem kell fizetni áfát, az üzemanyagot nem terheli jövedéki adó, és a repülés környezetszennyezésének költségeit az egész társadalom fizeti meg. Az Európai Unió 2012-től kezdve a légi közlekedést bevonja a széndioxid kibocsátás kereskedelmi rendszerébe, több tagállam pedig külön adót vetett ki, illetve fog hamarosan kivetni a repülőjegyre. Mindezek ismeretében milyen nemzetgazdasági, foglalkoztatás politikai, szociális és környezetvédelmi indokok támasztják alá a Malév támogatását, valamint azt, hogy a repülőjegy adó bevezetése nem szerepel a kormány terveiben. Miért támogatja a kormány az adófizetők pénzéből a jómódú külföldi utasok súlyosan környezetszennyező repkedését a Malévon keresztül a hazai munkahelyteremtés helyett? Várom válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Önné a szó, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Malév a korábbi kormányokhoz köthető elhibázott privatizációja és kétes értékű részleges visszaállamosítása miatt olyan pályára állt, amelynek kiigazítása folyamatos állami beavatkozást igényel. A légitársaság örökölt pénzügyi jogi helyzetének megnyugtató rendezéséhez nem elégségesek,
de elengedhetetlenek a rövidtávú átmeneti intézkedések is. A kormány álláspontja szerint nemzeti légitársaságra szüksége van Magyarországnak. A légifuvarozás ide-haza is kulcsfontosságú a gazdaság eredményes működéséhez, a megfelelő fejlettségre vonatkozó tényezők kialakításához a befektetők számára. A repülőtér működéséből főként Budapesten és környékén több ezer család él, a Malév pedig több mint 40%-át adja a Ferihegy forgalmának. A légijárművek által használt üzemanyag adómentességére nemzetközi egyezmények és az EU jogszabályok vonatkoznak, a repülőjegyekkel kapcsolatos nemzetközi gyakorlat eltekintve néhány ország átmenetileg korábban bevezetett, de visszavont adójellegű díjaitól adómentes. Az adómentesség jellemző. Az EU sem tervezi ilyen adók alkalmazását, hiszen ezzel súlyos versenyhátrányt okozna az európai légitársaságoknak. Egy hasonló intézkedés, pedig hasonló magyar intézkedés, pedig a malévet sújtaná. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás kevesebb, mint 3%-át adja. Az ön által is említett az EU légi közlekedés és kiterjesztett emissziókereskedelmi rendszer Malév fiatal és korszerű környezetet más légitársasághoz viszonyítva alacsonyabb mértékbe terhelő flottájára is alkalmazandó. Egyébként a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet 2020-ig évi 2%-kal kívánja növelni a légijárművek hajtóműveinek üzemanyag felhasználási hatékonyságát. Ez az intézkedés az ön szándékai irányába mutat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, Vadai Ágnes, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek 200. évforduló címmel. Öné a szó, képviselő asszony. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. A latin-amerikai országok idén emlékeznek meg a függetlenségi küzdelmük kezdetének 200. évfordulójáról. Az évforduló kapcsán hazánkban is rendeztek tudományos konferenciákat, megemlékezéseket a témában. Az Interparlamentáris Unió magyar latin-amerikai baráti tagozata elnökeként jelen felszólalásomban kívánok megemlékezni és tisztelegni ezen jelentős történelmi esemény emléke előtt, és elismerésemet kifejezni látványos fejlődéssel kapcsolatban, amelyet a latin-amerikai országok az elmúlt 200 év alatt elértek. Nagy utat tettek meg azok az országok ez idő alatt. A történelmi hagyomány szerint 1810. december 16-án indult meg a mexikóiak függetlenségi harca, és ezzel megtörtént a jeladás a spanyol korona elleni küzdelmekre a kontinensen. A spanyol gyarmati létből való kitörés, a független államok létrehozása a gazdasági nehézségekkel is járt. A sajtóból ismertetett adatok szerint a kontinens államaiban az egyfőre jutó jövedelem 1750 körül nagyjából egy szinten volt az észak-amerikai kontinensen élőkkel, 1820 körül már csak a felét tette ki, napjainkban pedig alig több, mint az ötöde. A szakértők szerint a korábbi megtorpanásokat követően az elmúlt 10 év azonban végre a latin-amerikai évtizede volt. A jobboldali katonai rezsimek véget értek, számos államban baloldali kormányzat irányítja az országot. Az elemzők szerint a latin-amerikai régió az egész világot sújtó gazdasági válságot is sikeresen kezeli. Minden ország a saját útját járta a válság megoldása során, néhányat a Magyar Köztársaságnak is érdemes lenne tanulmányozni, de vannak olyan megoldások, amelyektől óvnánk hazánk jobboldali kormányát. De nem csak a gazdasági területen, hanem a sport vagy éppen az irodalom területén is kiemelkedik ez a sokszínű régió. 2016-ban Brazíliában rendezik meg az olimpiát, így Dél-Amerikában először kerül sor az olimpiai játékok legonyolítására. 2010-ben pedig egy perui író, Mario Vargas Llosa kapta az irodalmi Nobel-díjat, de példaként említhetném a könnyűzene virágából a kolumbiai Shakirát is. Kérdezem tisztelt államtitkár urat, milyen módon kívánja a kormány majd 2011. január 1-től kezdődően az EU soros elnökeként a latin-amerikai országokkal fenntartott Európai Unió szintű kapcsolatokat fejleszteni, és milyen prioritásokat képvisel Magyarország e kontinenssel? Köszönöm, elnök úr! Köszönöm. Megadom a szót Németh Zsolt államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszony, tisztelt ház! A kormány tudatában van annak, hogy a térség mind fontosabb szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatokban és a világgazdaságban. Úgy gondoljuk, hogy indokolt Latin-Amerika helyének, szerepének átértékelése és külkapcsolati rendszerünkben felzárkóztatása a feltörekvő országok súlypontjának számító ázsiai és csendes óceáni régióhoz.
Elsődlegesen azokkal az államokkal törekszünk szorosabb együttműködésre, amelyekkel az értékrend hasonlóságára, valamint az érdekazonosságra épülő baráti viszonyt tudunk kialakítani, ami természetesen lehetőséget biztosít kereskedelmi befektetésre,